Gyakorlatilag körülbelül egy percet volt a mellkasomon, tehát éppen csak, hogy magamhoz tértem, éppen csak, hogy felúcsúttam az egész történetből, amikor gyakorlatilag elvitték. Tudomásunk szerint ez az első olyan ítélet, ahol megállapította jogerősen a bíróság, hogy a szüléshez kapcsolódóan az édesanyjának sérült a kapcsolattartáshoz fűződő joga. Az a 2-3 nap, amit Henny és a párja átélt a gyermekükkel együtt, az tényleg egy rémálom volt. Ezeket a napokat nem lehet visszaadni már soha. 5 évvel, 5,5 évvel lassan ezelőtt történt, mivel ő már a harmadik gyerekem, az első kórházi élményünk nem volt jó, és azért a második gyermekem már itthon háborítatlan körülmények között született. Így készültünk Benjaminra is, aki úgy döntött, hogy 4 héttel korábban szeretne kijönni. Mivel ugye 37. hét előtt voltunk, ezért kórházba kellett menni. Gyakorlatilag 2 perces fájásokkal indultunk a kórházba. Ahogy kiderült az, hogy ez otthon szülésnek indult, abban a pillanatban én voltam maga a sátán. Folyamatosan vitatkoztak a fejem fölött, folyamatosan szapultak, hogy milyen felelőtlenek vagyunk, hogy mit képzelünk mi, hogy mi otthon szülünk, stb. Ezt el lehet képzelni, hogy egy szülőnőre milyen hatással van, amikor gyakorlatilag a legintimebb, legbefelefordulósabb időszakában kioktatják vadidegen emberek arról, hogy mit és hogyan kellene csinálnia. Ez a doktornő, aki ügyeletes volt, meglógatta az orrom előtt az ollóját, hogy akkor ő most így vágni fog, és én mondtam, hogy nem szeretném, hiszen ez a harmadik gyerekem, biztos, hogy nem kell gátmetszés. Hála jó Istennek a gyermek, az közbeavatkozott, és szó szerint kirobbant belőlem. Gyakorlatilag körülbelül egy percet volt a mellkasomon, tehát éppen csak, hogy magamhoz tértem, éppen csak, hogy felúcsúttam az egész történetből, amikor gyakorlatilag elvitték. Kértem a férjemet, hogy menjen utána, és kövesse, hogy hol van, mi történik vele. Nem igazán mondtak semmit, hogy hova viszik, mi történik. Követtem az ápolókat, kiderült, hogy a koraszülötti osztályra megyünk, ott be se akartak a folyosóra sem engedni, végül nagy nehezen azt sikerült elérnem, hogy legalább a folyosóról az ablakon kívülről tudjam mégis valami várni, megvárni, hogy mi az állapota, vagy egyáltalán, hogy mi történik most, mert nem igazán kaptunk semmiről tájékoztatást. Több órán keresztül feküdtem ebben a szobában. Én nagyon sokadik kérésemet is elutasították, hogy a gyerekemmel lehessek. Ők azt mondták, hogy van egy házi rend, erre készüljek föl, ami napi kétszer fél órás kontaktot engedélyez a koraszülött gyermekemmel. Amit éreztem, hogy ez így nem lesz oké, én ezt így nem tudom elfogadni sem lelkileg, sem fizik, tehát ez így nem megy. Nem kaptam tájékoztatást ott, hogy most éppen mi történik, milyen az állapota. A feleségemnek sem engedték, hogy az újszülött gyermekünkkel tölthessen bármennyi időt, vagy akár csak üljön az inkubátor mellett. Gyakorlatilag az a rész, ahol a gyermekünk az inkubátorban volt, az teljesen üres volt, ott nem volt senki más. Mindenki tudja, hogy ezt az arany első 24 órát, ez gyakorlatilag, ezt nem lehet bepótolni. Tehát ha ez ott nem úgy történik meg, hogy a szülői közelség megvan akár egy érintés, vagy bármilyen folyamán, ez egy pótolhatatlan időszak. Fogtam magam is, felmentem a fő, nem tudom, hogy mondják, orvos főigazgató, kórház főigazgató, orvoshoz. Teljes elutasítás volt a válasz, ez a házi rend, úgyhogy köszönjük szépen. Tudom, hogy rendben van, én akkor saját felelősségre hazamegyek. Hazajöttem, kialudtam magam, és másnap reggel az ágyban zokogva ébredtem hajnali 5-kor, hogy hol van a gyermekem, hol hagytam. Én felvettem a kapcsolatot a Péter Cserny alapítvánnyal, akinek elsírtam a problémámat, hogy mennyire nem kezelik ezt emberhez méltóan ezt a kérdést, és hogy segítsenek nekem abban, hogy átkerüljünk egy olyan intézménybe, ahol baba-mama-barát osztályra mehetünk. Felvettem a kapcsolatot pár kórházzal, talán 3-at hívtam föl, a 3. volt az egyes számú gyerekklinika. Elmondtam férjemnek, hogy akkor most mi szépen hazamegyünk, és akkor elhozzuk a Benjamint, és átmegyünk ebbe a másik intézménybe. Kaptunk egy zárójelentést, ami tel is tele volt hazugsággal.
gyakorlatilag azt nem tudom, hogy mi igazság a zárójelentésben. Tehát a zárójelentésben az szerepel, hogy a gyermek súlya 2490 gram. A férjem látta, hogy 2551, később megtudtuk, hogy 2500 gram alatt, ha inkubátorba rakható a gyerek, ezért a kórház több pénzt kap. Megtudtuk azt is, hogy azért volt nekem gátmetszésem papíron, ami nem volt, mert hogy ezért a kórház plusz pénzt vesz föl. Én hiányosan gondozott terhes voltam szerintük, holott az összes papírom megvolt, hiszen az összes kötelező és nem kötelező vizsgálaton részt vettem. Megérkezett a Péter Csernyi alapítvány autója, átvittek minket az egyes számú gyerekklinikára, és mondták, hogy gyakorlatilag onnantól kezdve én annyit vagyok bent a gyerekemmel, és azt csinálok, amit szeretnék. Ölbe vehettem, puszilhattam, szagolhattam, szoptathattam, én tehettem tisztában, tehát ez egy égésföld. A Henny nevében mi a kórházat pereltük, azért, hogy állapítsa meg a bíróság, hogy ez a nagyon szűk idő, amit együtt tölthettek a gyermekükkel, korlátozta az ő kapcsolattartáshoz fűződő jogát. Az első fokú ítélet nagyon tükrözi azt a társadalmi szemléletet, ami körülveszi a szülést és a szülőnőkhöz való hozzáállást. A bíróság megállapította, hogy itt valóban jogsértés történt, megállapította a bíróság, hogy a Henny kapcsolattartáshoz fűződő joga sérült. A további kérelmünket elutasította a bíróság, azt mondta, hogy hát ez azért nem egy olyan nagy és súlyos jogsértés, sem elégtétel adásra nem kötelezte a kórházat, sem bocsánatkérésre, sem sérelemdíj megfizetésére. A másodfokú bíróság, az ítélő tábla ezt az ítéletet megváltoztatta. Tehát tudomásunk szerint ez az első olyan ítélet, ahol megállapította jogerősen a bíróság, hogy a szüléshez kapcsolódóan az édesanyjának sérült a kapcsolattartáshoz fűződő joga. Amiért nagyon fontos és precedens értékű ez az ítélet, hogy az ítélő tábla az indoklásában elmondta, hogy a fizikai kontaktus az alapja a kapcsolattartásnak, és hogy ettől fosztották meg az édesanyját. Ami nagyon szép volt, hogy a bíró hangsúlyozta, hogy a szülés az egy egyszeri és megismételhetetlen történet. Ezt nem lehet pótolni. Tehát az a 2-3 nap, amit Henny és a párja átélt a gyermekükkel együtt, az tényleg egy rémálom volt. Ezeket a napokat nem lehet visszaadni már soha. Ezek olyan mondatok a bíróság részéről, ami szerintem nagyon sok reményt ad arra, hogy itt nem csak társadalmi változás indult el azzal kapcsolatban, hogy a nők elmondják, hogy mi történt velük, felemelik a hangjukat, mozgalom indult, tüntetéseket szerveznek, hanem az igazságszolgáltatás medrében is felismerik ezt a problémát, és jogorvoslatot lehet kapni egy ilyen helyzetre. Nincs két egyforma személyiség a gyerekeknél, és hogy ő, lehet, hogy ő az én harmadik gyermekem, éppen ő a legérzékenyebb, vagy a legszenzitívebb, de nem tudom ezt ettől a dologtól leválasztani, az ő indulásától, a mi kettőnk indulásától. Hiszen az első tényleg, nem tudom, egy pár perc után ugye szó szerint kiszakadt a testemből, és el lett különítve, és belekerült egy légüres térbe, és ott volt hát közel 48 óráig. Olyan szintű extra figyelemre van szüksége, úgyhogy most 5,5 éves, és mindig azt mondom, hogy még mindig, amit az előző két gyerekemnél nem tapasztaltam. Borzasztó nehezen alszik el egyedül. Talán ez már picit javult, de valamelyiknek a kezét valamilyen testkontaktusnak állandóan lennie kell. Többször érzem azt, hogy ő nagyon haragszik rám. És hogy van egy ilyen szeretlek-gyűlöllek érzés benne. Hétköznapjaimat változtatta teljesen radikálisan meg az, ahogyan ő megszületett. Fel tudtam-e dolgozni? Szerintem még nem. Henny ugye azért fontos, mert nagyon sok nő hangján szólal meg. Az, hogy ezt végig tudták csinálni egy eljárás során, újra elmondani a történetet, bizonytalan, hogy mi lesz a kimenetele az eljárásnak, ez azt gondolom, hogy sok erőt és bátorítást adhat azoknak a nőknek, akik azon gondolkodnak, hogy esetleg jogi eljárást indítanak. Ez megengedhetetlen, hogy ennek bárki, egy szülő, egy gyermek ki legyen téve. Érthetetlen az egész, hogy két állami fenntartású intézményben ennyire eltérő hozzáállás, ennyire
szöges ellentétben levő kezelése lehet ugyanannak a szituációnak. Én csak azt szeretném, hogy a nők legyenek azzal tisztában, hogy mihez van joguk, és merjenek segítséget kérni. Mert nem kell ezt mindenkinek megélnie.